kisfoltokba csoportosulva virágzik az őszi kikerics. A több mint ezer növény közül ez az egyik legkülönlegesebb, mivel a természetes élőhelyek csökkenése miatt egyre kevesebbet találni belőlük. A közel két és fél hektáros nyíri arborétumban mégis szépen gyarapodik a védett virág, amely a fényes napos domboldalakat szereti igazán. A ritkaságán túl virágzási folyamata is egyedivé teszi ezt a kis lila növényt néha elbújik, néha előjön, mint ahogy most is a szinte a fű között semmi sem volt, úgy nézett ki legalábbis, és egy, körülbelül egy hete elkezdett virágzani. Utána ez az őszi kikerics el, elhervad, és eltűnik majd tavasszal, olyan április-május körül, Hatalmas, gyönyörű, fényes, húsos levelei jönnek elő megint, és szinte a semmiből. Ha a virág beporzódott, előbújnak a toktermések is, majd virágzás után ezek elszáradnak és eltűnnek. A folyamat pedig tavasszal kezdődik előről, és szeptemberben újra lehet gyönyörködni az erősen mérgező lila ősziki kericsben.